Sziasztok, Ron vagyok. Egy rendhagyó videót fogok készíteni, ugyanis egy TikTokos palit fogunk megismerni, Venuxlab.hu néven van. Ez egy olyan webshop egyébként, nem promóció, meg semmi. Szimplán egy flipper zérót ad el lényegében, és azt árusítja, hogy megváltod a világot tulajdonképpen. Na de nézzük meg azt a reklámfilmet. K***ra nem legális. Csak úgy befogod azt a system breakert, bedugod a telefonodba, közben úgy vírus telepítesz rá. Nagyon legális, kurva kedve. Hogy lenne a system breaker vírusos és illegális? Megalkottuk a világ első mini hacker eszközét, amit már több mint 100 elégedett vásárló használ örömmel tévék, projektorok és további 15 eszköz irányításához. Az iskola erre nem áll készen. K***ra nem legális. Mire nem áll készen az iskola? Mivel? Amúgy meg őszintén... Ez, aki mondja az elején, hogy kurva nem legális, ez az unoka testvérem, csak mondom. És nem hiszem el, hogy a Venuxlab-nak pont be kellett illeszteni az ismerősömnek a hangját. Imádom, a Venuxlab-ot bazd meg, imádom. Ha kiküldenek nekem egy ilyen eszközt a Venuxlab-tól, akkor én esküszöm, bedugom a telefonom a lukába. Bedugom, bazd meg. Szóval a lényeg az, hogy igazából a Venuxlab az egy olyan durván promózza ezt. Rányomok erre, hogy venuxlab.com. Itt van egy System Breaker, tehát rendszerfeltörő. Mennyibe is kerül ez vajon? Mennyibe is? 8318, te jó isten. 8318 forint ez, kérem, azért, hogy válaszd a modert Type-C töltőre vagy micro USB-re, vagy iPhone-ra tudod baszni, és annyit tudsz vele csinálni, irányítani tudod vele. Azt. Ez amúgy akkor lenne hasznos, olyan telefonokat használnának az emberek, amiknek nincsen infrája. Viszont ennyiben van infra, és van egy olyan applikáció külön, hogy Mi távirányító, Xiaomi egyébként meg, kibe tudom vele kapcsolni konkrétan a set-top boxomat, akkor ez a System Breaker így nekem semmit nem ér, de másoknak érhet valamit. És én értem amúgy, hogy Benjamin mire akar kiukadni egyébként, tehát ez a System Breaker, ez hülyesége, hogy van, mert hogy a nevéhez képest nem nagyon össze, mert a System Breaker az a rendszer feltörő, és ez nem igazán az. Inkább az, amivel össze tudod csatolni a dolgokat, kibe tudod kapcsolni a dolgokat, a tévé akkor tudod látni a csatornákat, vagy a hangerőt felle, vagy a DVD-nek a bekapcsolni, a mit tudom, miért, tehát érted, csak irányításra alkalmas, és 8000 forintért nem mondom, de kivételesen a Flipper Zero az még sokkal jobb lenne, ugyanis igaz, hogy 100.000 forint könnyeként kapható meg, de sokkal több mindent lehet irányítani vele. Na az System Breaker, bazd meg, amivel már sorompót is tudsz úgy irányítani. Tulajdonképpen nincs semmilyen behatásod, tettem a téd a sorompó, hanem másé. Konkrétan feltörte valaki a sorompót ezáltal. Azért az kemény szerintem már. 100.000 forintért az, de figyelj. Valaki ebben van. Jó, ez egy olcsó klón, mint a DJI Telónak is van a, megvan a Rilak R-Ho. Szóval ez a videó, ez azért készül, mert szeretném, ha Venuxlab beszokna erről, hogy lényegében felhasználja másoknak a hangját. És úgy, hogy itt volt most egy pár órával ezelőtt az unokatestvérem, és mondta, hogy nem is egyezett be. Szerintem egyértelmű, hogy lehetne ezt így elbírálni. Két opciód van, jó hallottad. Az egyik opció, hogy letörlöd a videót, amivel amúgy nem ártaná senkivel. Szerintem még én is örülnék. A második opció, megkéred Benjamin felhasználót, hogy bazd meg, felhasználtam a hangodat, vagy nem. Szóval így egyértelmű lenne. De csak én csak ezt mondtam. Szerintem ez lenne a helyes igazából. Na mindegy.